láttam egy dokumentumfilmet, ahol Rómának, a római birodalomról szólt, és Rómáról szólt, hogy Rómában milyen különleges építményeket építettek a római birodalomban. És nem is ez a lényeg, hanem tudod, mi ütötte meg a fülemet? Hogy először a római birodalom királyságként működött, egyébként állítólag a teljes bolygó lakosságának a fele a római birodalomba élt. Na, tehát először királyságként működött a római birodalom, majd köztársaságként, legvégül császárságként. És most e felé megyünk. E felé megyünk. Először királyság volt mindenütt, nézd meg, Európában. Mindenütt nálunk is az volt. Majd jött a demokrácia. Köztársaság. Hát mi is köztársaság voltunk, emlékezzetek. Magyar köztársaság, úgy hívták. És most szépen haladunk a császárság felé. Tudod, mi a császárság? Diktatúra. Most az egész Európa, egész világszinten, nem csak Európa, világszinten halad a diktatúra. Ugyanazt írjuk le, mint a római birodalom. És mi lett a római birodalom vége? Megbukott az egész, úgy ahogy van, szétesett darabokra, érted? És mi lett belőle? Halál, káosz és halál, érted? Rengetegen belehaltak a birodalom szétesésébe, rengetegen belehaltak. Hát most gondoljátok végig, hát Róma, Rómának az a területe, az 20 négyzetkilométer volt. És azon a 20 négyzetkilométeren négyszer annyi volt a lakosságnak a sűrűsége, mint most Rómában. Érted? Tehát a sűrűségéről beszéltem. Tehát sokkal kisebb területen volt Róma, mint most. Tehát nem a birodalomról beszélek, hanem a Rómáról. És négyszeres volt az a egy négyzetméter első lakosok száma. Érted? És utána hova lettek az emberek? Meghaltak a nagy része. Világos ez? Tehát a diktatúrának mindig halál a vége, érted? Sok ember halála. Mikor a diktatúra szétesik, akkor mit tudom én, háborúskodás, betegségek, éhehalás, érted? Ez a következmény. És most mire törekednek? Hát most idézőjelbe a császárság felé. Csak most világhatalmat akarnak. Tehát azt akarják, hogy egy család uralkodjon a bolygón. Érted? Sőt, annak az egy családnak az első számú tagja, így van. Uralkodjon a bolygón. Tehát ezt mondhatjuk, hogy világcsászárság. Ott is, a római birodalomban a császár bármit megtehetett, érted? Bármit, amit akart, azt csinált. Tehát teljes önkény uralma volt. És pont ezt akarják világszinten. Nem tudom, hogy mennyire tudják ezt megvalósítani, mert az érvel szemben van ám ellenállás rendesen, de ez a törekvés. De mi van, ha megcsinálják az EU-ba? Te pedig EU tag vagy. Hm? Akkor mit csinálsz? Érted? Mit csinálsz, hogyha itt bevezetik a teljes önként? Érted? Nem Magyarországon, az EU-ban. Érted? Mit csinálsz? Ah, és akinek nincs rá pénze? Az mit csinál?
az mit csinál? Most gondold végig, ha azt mondod, hogy neked a vagyonod, mint a legtöbb embernek, a saját ingatlanja, az a vagyona. Aha, és ha sok ember el akarja az ingatlant adni, és kevés a vevő, akkor mit csinálsz az ingatlanoddal? Hát ott hagyod, így van. Mint amit most az ukránok csináltak. Fogták, azt ott hagytak, csapott papot. Érted? És akkor mit érsz a vagyonoddal? Hát mondhatjuk azt, hogy kitörölheted vele a sejhajodat. Érted? Világos? És ez nagyon igaz a magyarokra, mert a magyaroknak olyan a gondolkodásuk, hogy az én vagyonom az az ingatlanom. Sőt, van akinek ingatlan befektetései vannak, érted? Hogy több ingatlant vásárolt, és hogy legyen neki több, még abból is bevétel. Aha. És hogy adod el, ha el kell menni? Vagy éljél egy császárságba, semmi gond nincs. Érted? Hát ott is voltak, akiknek jó volt, tudod? Hát akik nyalták a császárnak a hátsóját, tudod? Azok, persze. De az nem az egész lakosság volt. Aki közel volt hozzá. Hát így van, azt tudta nyalni, aki közel volt hozzá, így van. Csak ugye megnézed ezt, ezzel is van egy kis gond. A történelem, én imádom a történelmet. Imádtam gyerekkoromtól, jó volt a történelem tanár. És megnézed azt, hogy ahol diktatúrák voltak, hányszor nyírtak ki, tehát az, aki a diktátor volt, hány olyan embert nyírt ki, aki kezdetben az ő embere volt? Érted? Így van, Sztálin, de Rákositól kezdve minden. Hát nézd meg, Rákosi is a izét, a, hogy hívják, akiről utcát is neveztek el. Balcsi Zilinszkit, vagy nem tudom, kit írt ki, meg stb. Stb. Hát persze. Tehát ugyanaz, itt nálunk is sorban nyírták a sorstársaikat, érted? Azokat, akikkel együtt meneteltek. Érted? És ez mindenütt ez van, hogy a diktátor előbb-utóbb félelmében sorba kinyírja a saját embereit is. Hát nézd meg, ugyanezt csinálta Hitler is. Az is nyírta a saját embereit is. A legjobb hadvezérét is kinyírta. Szóval lényeg az, hogy lehet ilyenné válni, hogy majd valahogy majd nyalsz. Érted? De honnan tudod, hogy mikor kerül majd rád a sor? Oké? Szóval egy ismétlődést láthat az ember. És az emberek arra számítanak, hogy visszarendeződés lesz. Na most szeretném ebben kapcsolatban mondani, hogy lenne visszarendeződés, amikor megnézed 2001-től, mikor a tornyot lerombolták. Onnan, szeptember 11, onnantól a kamerák száma, amit a világon felszereltek, az legalább meg 10 000 szeresedett, vagy 100 000 szeresedett. Érted? Tehát minek vannak mindenütt kamerák, ha nem akarnak mindenkit kontrollálni? Minek kell neked, mit tudom én, lassan nem tudsz úgy fölmenni a netre, érted, hogy ne tudják, hogy honnan mész föl a netre. Ezt most vezetik be egyébként, hogy itt Magyarországon is, hogy lassan nem tudsz úgy fölmenni a netre, hogy ne tudnák, hogy honnan mész föl, tehát hogy hol vagy éppen. Miért kell tudni, ha nem a diktatúra felé megyünk? Miért kell tudni? Megnézzük, itt van például az 5G. Minek 10-szeres internetsebesség egy átlagos állampolgárnak? Minek? Nem tök mindegy, hogy egy filmet néz
tized internet sebességével simán nézi, vagy le akar tölteni egy filmet, és letölti 5 perc alatt, vagy fél perc alatt. Nem tök mindegy. Vagy nem ér rá abban 4,5 percben, hogy megvárja, hogy letöltődjön. Minek? Nem azért kell az 5G, hanem azért, hogy hatalmas adatforgalmat tudjanak csinálni rajta, ami azt jelenti, nem a lakosság, hanem a lakosság ellenőrzése igényel nagy adatforgalmat. Világos ez? Hát lásd már, római birodalomban élünk, római birodalom 2, érted? Most megyünk át a demokráciából a diktatúrában ebben a 2 évben, és úgy vezették be, hogy Covid. Világos ez? Ha ezt te nem látod, te vak vagy. És úgy kezdték el bevezetni, hogy Covid. Oké? Okay. És szépen azt csinálják, hogy megyünk át a teljes diktatúra az önkényuralom felé. Ahol, ugye a római birodalomban hogy volt? Hát úgy volt, hogy voltak a provinciák, és ott voltak a provinciáknak a vezetői, aki most nem jut eszembe, például a nem a konzul, nem, hanem például ilyen volt, aki megölette Jézust. Helytartó, így van, köszönöm szépen. Helytartó volt, így van. És akkor vannak ugye a provinciák, ugye most a provinciák lennének az országok, de ezt már ugye régebben is mondtam, emlékeztek. Jó pár évvel ezelőtt, még a Covid elején. A provinciák lennének, érted, és akkor a mostani kormányfők azok a helytartók, ha most a római birodalomhoz hasonlítanak. De a helytartónak van valami hatalma ott, de akkor is a császár van fölötte. Érted? Akkor is a birodalomnak a törvényei érvényesek. Persze ő kis királykodhat egy kicsit, még azon felül lehet még szigorúbb, mint a birodalmi törvények, érted? Enyhébb nem, csak szigorúbb, érted? A birodalmi törvényeknél nem lehet enyhébb, csak szigorúbb. És akkor megyünk szépen e felé. Nem látod át? És hogy fogod ezeket a dolgokat túlélni? Ja, hát majd lesz valahogy, eddig is volt valahogy, ezután is lesz. Jó. Van valami terved arra, hogyha tényleg lesz itt diktatúra, akkor mit csinálsz?